Az idei évi Szekszárd büszkesége díjátadó ünnepségen 30 főt, 3 csapatot, 19 felkészítőt és 2 köznevelési intézményt ismertek el, továbbá kiosztottak 2 egyéni külön díjat is. Murvai Árpád, az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke beszédében kiemelte, a szekszárdi sport él, ezt bizonyítja a sok kiemelkedő eredmény. A felvonult sportolók között szerepeltek többek között tékvandósok, triatlonisták, kerékpárosok, atléták és dzsúdósok is. Váncsa Zsombor a karatéval 9 éve foglalkozik, felkészítője Nagy Ákos. Zsombor elmondása szerint a Belgiumban rendezett Badokai Európa-bajnokságon elért második helyezésére a legbüszkébb. Nagyjából egy 20-an indultunk, és ugye ilyen ágas sorsolás van, és én 3 meccset nyertem, és egyet vesztettem ugye a döntőt. A Szekszárd sportolója 2023 díjat a Gemenc Judo Klub versenyzője Beke Csongor és Szemerei Levente, a Szekszárdi Sportközpont közép- és hosszú távfutója nyerte meg. Levente az atlétikával 14 éve foglalkozik. Idén nyáron új egyéni csúccsal 2 óra 15 perc 32 másodperccel megnyerte a Varsói Maratont. A világbajnokságon pedig a közel 80 fős mezőnyből 40. helyen végzett. Célja, hogy kijusson a jövő évi olimpiára. Fejbe próbálok teljesen kikapcsolni, és tényleg csak az időt nézni, hogy melyik versenynek melyik pontjához milyen idővel érkezek meg, és tudjam azt, hogy ne fussam el magamat. Éppen nagyon gyorsan vége van a maratonnak. Igazából az első 30 km az nagyon gyorsan elszáll, és utána a maradék 12 km az, ahol nagyon fontos fejbe ott lenni. A futó hozzátette, a maratoni távon pár éven belül szeretne 2 óra 10 perc alatt beérni a célba. Az év edzője díjat Szőke Gergő, Szemerei Levente felkészítője kapta. Az év csapata a KSC Szekszárd U14-es együttese lett.